Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. Ha a vendégeimet bemutatom, akkor azt hiszem, hogy 10 emberből 10 Székesfehérváron rávágja, hogy miről fogunk beszélgetni. Tehát vendégeim Tárnok Ákos és Lendvai Tibor. Szervusztok, és természetesen Los Andinos 35 esztendős gyönyörűséges időszakáról esik ma szó. Annál is inkább, hiszen szombaton ott voltunk, egy dupla koncerttel ünnepeltetek a Felsővárosi Közösségi Házban. Pazar volt, mit nem mondjak, zsúfolásig megtelt. Igaz, hogy kicsi a ház, de nem is kell. Ez nagyon kamara jellegű volt, és mindenki, minden érdeklődő megtudhatott, amit azt hiszem, hogy előtte nem nagyon került szóba, hiszen Ákos, elmondtad, hogy mihez tartozik, és hozzátok tartozik, és most már Székesfehérvárhoz is, és ezt ennek a 35 évnek köszönhetjük. Evezd a mélyre, kezdjük az eredendőnél. Azt hiszem, hogy annál fontosabb dátum nincs, mikor kipattan az ötlet és megvalósul. És ráadásul egy olyan különleges hangzásvilágot, egy újat hoztok el, mint amit a Los Andinos adott nekünk. 1983. Igen, akkor lépett először színpadra. Igazából 82-ben megalakított mint diákzenekar Székesfehérváron, a Vántus Károly szakközépiskolában, és 83-ban lépett először a színpadra a zenekar a diáknapokon. Tehát ez volt az indulás, ami igazán ott elindította, és akkor jártuk végig a gimnáziumokat, meg a igen, iskolában. Ez a történet elválaszthatatlan az első perui pánsíptól, amit te kaptál. Ja, igen, karácsonyra kaptam egy pánsípot, és ez nagyon, nagyon érdekes volt, mert én azt sem tudtam, hogy Perúban van pánsíp. És az, hogy megláttam az osztrák televízióban, mert abban az időben sok csatorna nem volt, tehát nem mint most. És akkor volt a magyar, szerintem 1-2 volt talán. És akkor meg volt, még fogtuk az osztrák televíziót. És azon fújtak ilyen zenét. És egy csoda ember. Amikor szombaton említetted, hogy jó lenne, ha még este 7-kor is ott lennénk, mert ott lesz Hugo Romero Navarro, akkor én a hangotból azt az elismerést, azt a mélységes tiszteletet vélem kihallani, ami máig is övezi őt. Hát igen, mert egy olyan ember, aki önzetlenül segített. Én először azt gondoltam, hogy elkezd szeretnék ilyen zenél foglalkozni, és azt mondják a csilleiek, akik akkor még azért néhányan éltek Fehérváron, és köztük volt Hugo Romero Navarro, hogy ugyan már mit akarunk mi, hát ez úgyse fogjuk tudni, ez meg az ő zenéjük meg. De nem, és ő abszolút nyitottan és segített nekünk. Tehát hogy ne csak fonetikusan legyen leírva a spanyol nyelv, hanem tudjuk elolvasni, akkor az Hugo megtanított minket spanyololvasni. Akkor jó, akkor ne csak olvasni tudjunk, akkor valamit tudjunk beszélni, és akkor a heti két próbából az egyik próbára egy 3/4 órát, 1 órát arra szántunk, hogy jött be, és akkor spanyolul tanította a társaságot. Megy tovább a történet, de azért a Tibort sem hagyhatjuk ki. Téged mikor ragadott meg az, hogy létezik az Andok zenéje, és ilyen autentikus, és ez kell neked, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy számtalan formációban játszol. Hát én semmit nem tudtam az andoki népzenéről és az andoki emberekről. Az andoki kaktuszokról viszont annál többet, ugyanis 1988-ban, mikor megláttam a Ki mit tudom a zenekart, a tévén keresztül láttam meg őket, akkor fedeztem fel, hogy tulajdonképpen ez odavaló zene, ahonnan a kaktuszaim származnak. Akkor már kaktuszokat gyűjtöttem, és elsősorban andoki kaktuszokat. És valahogy ez a kettő összefonódott, azonnal beleszerettem ebbe a zenébe. És hát ezen a zenén belül elsősorban a pánsípokba, és akkor hát elhatároztam, hogy nekem kell egy ilyen hangszer. Tehát ez a kaktusz virága. Igen, igen. Egy kicsit másként, ugye? Lendvai Tibi a kaktusz virága a Tárnok Ákosnak és a csapatnak. És akkor eljutottunk 88-hoz. Legendás volt az, aki mit tud. Szerintem én már azért felnőtt fejjel néztem. Egyrészt a különlegessége és az autentikus volta miatt, szerintem ti voltatok a torony magas esélyesek. Az, hogy nem nyertetek, hát ilyen a világ Magyarországon, de azért az élet kárpótolt. Milyen volt ez a Ki mit tud belülről?
mert ugye azt láttuk, hogy a Tibornak milyen volt kívülről. Belülről? Hú, visszagondolok, csodálatos. És ki volt a legcsodálatosabb ebbe az egészbe? Antal Imre, aki vezette. És hogy személyesen találkozunk vele, és megismerjünk egy olyan embert, aki hát nem spanyolul, nem nagyon beszélek, hú, hát én felel annyira tudtam a spanyolul, mint amennyire ő nem beszél spanyolul, akkor hú, de örültem volna neki. És a nagyon-nagyon-nagyon volt Vadkerti Tibor is a rendezője ennek az egésznek, tehát a tévérendező, és tényleg segítőkészek voltak a tévések, tehát egy nagyon jó csapat jött akkor össze. Nem tudom a többi ki, mit tudod, milyenek, itt nagyon jó jött össze, de Antal Imre az, hogy látja, hogy felmegyünk a színpadra, és ott izgulunk, és akkor egy viccel ott. Varázslatosak voltatok. Ez volt a kulcspont, én azt hiszem. Tehát gondolom, hogy ilyenkor annyira megerősít egy zenekart, és téged külön is személyesen, hiszen a lelke te voltál, hogy azt mondtad, hogy ezt igenis folytatni kell, és magasabb szintre emelni. Ez egyébként ilyenkor hogy dívik? Tehát el kell menni a helyszínre, Peru, Bolívia, Ecuador, és tovább gyűjteni, és még hitelesebbnek lenni. Ezt már együtt csináltátok? Igen. A legelső az 89 decemberével, ott nem volt a Tibor, aztán utána a későbbiek már volt ő is. Igen, a legelső azt tudom mondani, hogy Ecuadorba utaztunk, mert Peruba szerettünk volna, de akkor még volt a Fényesős Fingerilla szervezet, még működött. Aztán későbbiekbe utaztunk. A legnagyobb szerintem az tanulmányutak közül az volt, amikor fél évre mentünk ki, és ezen már Tibor is ott volt. Milyen egy ilyen gyűjtőút, Tibi? Fú. Egy szóval kalandos, izgalmas, sőt nem, egy szóval nem lehet, kalandos, izgalmas, iszonyú sok tapasztalattal jár, és mi az alapja? Teli. Hogyan lehet befogadni ezt a különleges kultúrát úgy, hogy amit hazahozol, azt hasznosíthasd is? Mert azért, ahogy mondtad, hogy nagyon-nagyon sok minden emocionálisan is ott marad benned, de azt használni kell itthon, hogy a közjavára szolgáljon, mármint a zenekar javára. Hát igen, nem csak zenét gyűjtöttünk, hanem igazából viseleteket hoztunk, hangszereket hoztunk, de valahogy annak a kultúrának a légkörét próbáltuk magunkba szívni, és azt valahogy átültetni ide, valahogy interpretálni a hazai közönség felé is. Nem csak a számokat, nem csak a egy-egy népdalt, egy-egy dallamot, hanem pontosan azért is vannak a koncerteken, a számok között ilyen hosszabb szövegek Ákos részéről is, mert hogy igazából nem csak a számot kell hallgatni, hanem azt a kultúrából, abból a kultúrából is kell valamit megtudni, ami ott van mögötte. Az egy különleges millió, hogy lehet átlényegülni? Én mindig csodálkozva tapasztalom, és nem csak a Kákics, illetve a Los Andinos közti különbséget, tehát népzene, adott esetben a katonazene, illetve a Los Andinos közti különbséget, hanem annyira mélyen benned van, Ákos, én azt látom, ez a kultúra, hogy ezt nagyon hitelesen adod nekünk. Tibi nagyon jól megmondta ezt az előbb. Tehát ez hogy szerintem ez a fél éves, mert aztán voltunk később, amikor nem ennyi ideig voltunk. Tehát ez volt a leghosszabb. A fél év az természetesen már olyan, hogy már ott él az ember. Tehát ez nem egy, ott tényleg él, és már a hétköznapokban benne van. De ez, amit megmondott, hogy megérezni, én először úgy indultam ennek, hogy csak jól tudjam zenélni. De aztán hamar rájön az ember, hogy mögé kell látni, tényleg, hogy ezek az életből jön a zene. Ez legyen magyar népzene, vagy legyen andok zene, ez mindegyik az életből jön. És azt hiszem, a Jánosi Béla, aki a hangmérnöke volt a lemezeinknek, ő fogalmazta meg nagyon jól, mert 1998-ban arra egy dalt feltettünk, amit nem ott vettünk fel, hanem kint Ecuadorban, ezután a fél éves útnak a végén. Mario Godoy Aguirre-t kell megemlíteni, aki rengeteg mindenben segítette, az Ecuador népzenekutató barátunk, hogy ő készített, hogy vegyünk fel egy
lemezni anyagot. Felvettük, hazahoztuk mi is ebből a, hát ezt az anyagot, és azt mondtuk a Bélának, hogy tegyük fel egyik dal. És akkor meghallgatt, és mondta, hogy hát sokkal rosszabb minőség, mint amit ez a stúdió produkál, ellenben azt érzi benne, hogy mi akkor nagyon érezzük, hogy ott vagyunk abban a millióban, és ezt ő érzi a zenéből, ahogy zenéltük, hogy nagyon benne vagyunk akkor ott. Tehát kellenek a hétköznapok ahhoz, hogy ünnepi hangulatban tudjanak játszani egy ilyen típusú zenét, ugye? Hát az ünnep az egy kiemelt idő, és ahhoz kellenek a hétköznapok, hogy legyen miből kiemelkedni. No, a harmadik fontos dátum, amiről kell, hogy szó essék. Hát ez, amiben már benn vagyunk most. Benne vagyunk, csak még ezt folytassuk tovább, mert hát én azt ez, gondolom, hogy ami felállás most van, az már 23 vagy hány éve ez van. Tehát azt mondom, hogy ez a Horváth Árpád, Kis Lajos, Lendvai Tibor és Tárnok Ákos. Tehát ez a harmadik nagy mérföldköve Los Andinosnak, mert ez a társasággal sikerült az, hogy tudatos zenélés lett. Hogy a helyszíneket megjárta és tapasztalta ezeket. A tudatos zenélés alatt azt értem, hogy tényleg azt mondom, hogy ezt én azért zenélem így, mert ezen az ünnepen játsszák, és azért így fújom, mert akkor így jön ki mondjuk a táncosnak a lépése erre. És nem úgy fújom. Tehát ezekkel már... Nem az összes vidéke. Itt csak azt lehet mondani, hogy egyes vidékei az Andoknak. Jó pár vidéket bejártunk, de hát ez egy nagyon nagy terület. Láthattuk szombaton az új generációt is. Vannak követőitek? Mármint nem csak hallgatóságban, hanem játékban. Úgy láttam, hogy igen. Hát az egyik a fiam. Légy rá büszke, nagyszerűen játszott. Hát akkor... Büszke vagyok rá, már most nehéz, meg kamasz, nagyon kamasz a gyermek, de szerintem, amikor sikerül rávennem, hogy az így gyakoroljon is, na, ügyes, nagyon ügyes, és azt tudnám mondani, hogy ha még gyakorolna, akkor mennyivel jobb lenne, de így is nagyon jó, de aki meg kell említenünk a másik, Kossa Benedek. Jó, tehát... Ő hegedül. És ő úgy kezdte, hogy hozzánk a táncházba kezdett járni, a Kákics táncházba, és nagyon ügyes, nagyon lelkesen, egy nagyon-nagyon intelligens fiú, aki olyan alázattal közelíti meg a zenét, ugye? Ez. Tehát van egy veretes múltatok, azt hiszem, hogy egy csodálatos jövő, hiszen még fiatal ereje teljében lévő zenekarról van szó. Én azt hiszem, hogy mikor lesz a következő koncert? Gondoltok-e már rá? Nem gondoltuk. Tudjuk? Nem? Jó. Nem gondoltuk. Mielőtt azonban búcsúzunk, nézzünk meg egy felvételt, egy rövid felvételt természetesen szombatról, hiszen én azt gondolom, hogy ahogy mondtam, hogy kiválóan szórakozott mindenki teltház előtt.
No kérem szépen, időközben Tárnok Ákostól megtudtam egy nagyon-nagyon fontos információt. Február, 2019. februárjában, még február 12-én indulunk Ecuadorba. De a Kákics indul? A Kákics indul, a Kákics zenekar, mert magyar népzenét fogjuk vinni, és 10-12 koncert lesz. Ha minden igaz, 10 tartományt fogunk végigjárni a koncertek, tehát a műsorral, de azt tervezzük, hogy egy-két andoki hangszert viszünk magunkkal, mivel hát repülően megyünk, nagyon korlátozottak tehát a lehetőségek, és nagyon figyelnünk kell itt a csomagokkal, de hát néhány furia, néhány pánsipa, ami nagyon személyes, azt viszünk, hát kint majd gitárt, meg ilyet remélem kapunk, jó. És akkor egy-két dallam azért megszól az a műsoron. Érdeklődéssel várom a híreket, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. És hát mit lehet ilyenkor kívánni? Egy jó évvégét, lesz hiszem, egy Los Andinosos évvége. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk, mégpedig Nagy Lászlóra, a költőre, műfordítóra emlékeztek halálának 40. évfordulóján a Városháza dísztermében. A tanácskozáson résztvevők megismerhették Nagy László költészetének legfontosabb pillanatait, illetve hatását az utókor művészetére. Kibecész falban megered hajakat, verő ereket. Stúlt hiteknek kicsoda állít káromkodásból katedrálist. Létem, ha végleg lemerült, kirettenti a kesejűt, s kiviszi át, fogában tartva a szerelmet, a túlsó. Nagy László élete, költészete máig érezhető hatása állt a szimpózium középpontjában. A költő halálának 40. évfordulóján a résztvevőknek lehetőségük volt az elgondolkodásra, a közös emlékezésre. Hálás feladat Nagy Lászlóval foglalkozni az irodalmároknak, illetve a kutatóknak. Több évtizednyi, vagy akár mondhatnám úgy is, hogy évszázadnyi anyagot nyújt a kutatók felé. Azért fontos, hogy Fehérvárra is fókuszáljunk, mert egyrészt volt kapcsolat a Fehérvárra, amit Bakonyi tanár előadásában majd meghallgatjuk, illetve szeretném, hogy ne csak egy központú legyen az ország, hogy Budapesten legyenek csak irodalmi rendezvények, hanem vidéken, így Fehérváron is. A szimpózium résztvevői több nézőpontból ismerhették meg Nagy Lászlót. Az előadások között Takács Imre és a költő barátságáról is hallhattak az érdeklődők. Egyrészt kortársak voltak, hiszen egy időben születtek. A dunántúliság is kicsit összeköti őket, hiszen Nagy László Felsőiszkázban, Veszprém megyében, Takács Imre pedig a Vas megyei Rábasömbben született. Aztán a generáció, én azt hiszem, nagyon fontos szerepet játszik a mai magyar, a közelmúlt magyar költészetének a idejében. Én Takács Imrét személyesen is ismertem, Nagy László csak még diákként egyszer sikerült találkoznom a Pécsi Tanárképző Főiskolán, de Takács Imrétől élőben is tudom, hogy milyen szoros kapcsolat volt közöttük. Én ebben az előadásban nem erről beszélek elsősorban, hanem azokról az írásokról, amelyeket Takács Imre Nagy Lászlóról írt. Itt vannak próza írások, vannak gyászversek, siratóversek, és én azt hiszem, hogy ezek mindenképpen a kettejük fontos kapcsolatát is megmutatják. Ugyanakkor én azt hiszem, hogy mit Fehérváron, miután Takács Imre élete nagy részét itt élt, erről különösen érdekes szólnunk. A költő verseit sok színész szavalja mind a mai napig. Lázár Balázs színművész, aki maga is költő, Nagy László verseiről az előadó művészet tükrében beszélt a hallgatóságnak. Színművészként 2015-ben Nagy László születésének 90. évfordulója alkalmából állítottunk össze Talján Marian színművésszel és Rózsási Barbara József Attila díjas költőnővel egy különleges versszínházi előadást, a költőházaspár Nagy László és Szécsi Margit verseiből. Ennek a tapasztalatait szeretném megosztani, reflektálva azon nagy elődök, színművész elődöknek a versmondására, akik foglalkoztak Nagy Lászlóval, sőt még Nagy László estet is csináltak. Így többek között szólok Berek Katiról, Latinovics Zoltánról, Hegedűs D. Gézáról és Bubik Istvánról is. Jánosi Zoltán irodalomtörténésztől Nagy Lászlóról, mint a legerőteljesebb Bartóki modell megnyilvánulásáról is hallhattak az érdeklődők. A költő életműve különböző esztétikai iskolákra nagy hatással volt, sokan mesterüknek tekintik.
A 70-es évektől alig van olyan jelentkező fiatal magyar költő, aki Nagy Lászlót ne tekintené valamilyen értelemben mesterének. Másfelől viszont a posztmodern iskola az éppen Nagy László tagadásából indult ki, tehát Nagy László mindenképpen ott van a mai magyar költészet gondolkodásában is. Szeretném azt is tudatosítani mindenkivel, hogy Nagy Lászlónak a műfordítói életműve az kétszer akkora, mint a saját életműve. És itt még meglepetések is vannak. Arról tudunk, hogy lefordította szinte a teljes bolgár népköltészetet magyarra, ezen kívül Rimbaudot, García Lorcát és másokat. De néhány hónappal ezelőtt került elő egy elveszettnek hitt drámafordítása. Ez pedig szintén Federico García Lorcának a Bernarda Alba háza című darabja, amely valamelyik vidéki színháznak a raktárából került elő, és még eddig nem tettük közzé, ez is rövidesen megtörténik majd. Nagy Lászlóra emlékezni azt is jelenti, hogy a nemzetben gondolkodó irodalmat észben tartani, erre figyelni. Hiszen, ahogyan Cine Mihály fogalmazta Nagy Lászlóról, ezen a háborúktól elgyötört földön, legázolt földön Nagy László nem idegenként járt, hanem az első verseitől kezdve része volt ég és föld drámájának. A magyar tragédiát, a magyar fájdalmakat írja meg, de mindezt egyetemes módon. Nagyjából erről fog szólni az én előadásom. A szimpóziumon arról is tájékozódhattak az irodalomkedvelők, hogy a kiemelkedő tehetségű költő hogyan él tovább a mai magyar lírában. Menjünk tovább. 2011-ben nyilvánította az Országgyűlés a magyar nyelv napjává november 13-át. 1844-ben is ugyanis a magyar államnyelvét évő magyar nyelv és nemzetiségről szóló törvényt fogadta el az Országgyűlés. Ez a nap igyekszik ráirányítani a figyelmet a magyar nép szellemi kulturális örökségére és a nemzeti identitás alapját képező, illetve jelentő magyar nyelvre. Nézzünk meg egy remek riportot ennek kapcsán Látrányi Viktóriával. Színházi élmények, családi tanácsok és versmondó versenyek pozitív tapasztalatai vetették a színpad felé Kovács Tamást. A fiatal vajdasági származású színművész Zentán született, Szabadkán tanult, majd 2013-ban felvételt nyert a Színház és Filmművészeti Egyetem színművész szakára. Jelenleg a Székesfehérvári Vörös Marti Színház társulatának tagja. Anyanyelvét, a magyart az egyik legkifejezőbb nyelvnek tartja. Szerintem nagyon gazdag a magyar nyelv. Ez jut róla eszembe. Sokkal gazdagabb, mint sok más nyelv. Ez például különösen érdekes, hogy arra, hogy sétál az ember, hogy sétálni, a sétálást, azt hányféleképpen lehet mondani, és hogy milyen sok szinonimája van. Ahhoz képest, mint például milyen az angolba, vagy a szerb nyelvben. Apu 30 évvel vezet balesetért. C-kategóriás nemzetközi jósélem. 3500 kg ösztömeget meghaladó haszonkételművel is vezethet. Könnyű pótkocsival. Hűtőnkön voltak hűtőmágnesek, ilyen kis betűk, és azokkal szórakoztam, akkor ismerkedtem meg a betűkkel szerintem. És a testvéremnek a nevét, Ákosnak a nevét próbáltam mindig kimondani, de az est azt nem sikerült kiejtenem. Az es hangot is csak mindig Áko. Mindig csak Áko volt. Hát én nemre emlékszem. Aztán nyilván iskolában tanultam meg. Tamás színművészként is nap mint nap szembesül azzal, milyen fontos a formai igényesség, és hogy a színpadon ügyelni kell arra, hogy technikailag is szépen formálja a szavakat. Az előadása válogatja, hogy milyen színházi nyelvet használunk, vagy használ éppen az a rendező, vagy egyáltalán milyen a koncepció. Van, ahol különösen fontos, de van, ahol, ha nem is azt mondom, hogy másodlagos a nyelv, de más dolgon van a fókusz, máson van a hangsúly. Nagyon bosszantó az, amikor színházban azért nem érti, hogy én nézek egy előadást, és akkor azért nem értek valamit, mert a színész nem lehet érteni, mert olyan az akusztikája a teremnek, vagy mert nem elég plasztikus a beszéde.
A Székesfehérvári Társulat jelenleg az Új ember tragédiája előadást próbálja. A darabot rendhagyóan a színház négy művészeti vezetője, Szikora János, Horváth Csaba, Bagó Bertalan és Hargitai Iván közösen állítják színpadra. De hogyha a hálának csatja mind le is húlt rólam, bár szabad levék alkotni sorsom és újból lerontni, tapogatózva, amit tervezik. Madács izgalmas nyelvezete és a dramaturgia számos kihívást tartogat a művészek számára. Nagyon, nagyon nehéz a szöveg szerintem, tehát olvasni is nehéz, és hát ez egy komoly kihívás úgy átadni ezt a szöveget, hogy szűzfül ezt megértse. Mindeközben értelmesen fogalmazni, és nem, tehát megpróbálni magunkévá tenni ezt a szöveget. Szóval ez egy, szerintem ez egy komoly kihívás. Kovács Tamás életében mindig fontos szerep jutott a meséknek, családjában nagy hagyománya van a történetmondásnak. Meséltek a szüleink sokat, sokat meséltek nekünk, és aztán később meg sok mesét néztünk, de hát ugye a mesélés az szerintem fontos nagyon, mert ott a gyereknek a képzelő ereje az akarva akaratlanul bekapcsolódik, és hát mindent elképzel, és nem készen kapja a dolgot, mint a tévében az, amit lát. Szóval igen, meséltek nekünk sokat. Szerintem az fontos. De ugyanilyen kedves emléket jelentenek a gyermekkori mondókák, melyek ritmusukkal, dallamukkal varázsolják el a legkisebbeket, és szintén jó példát jelentenek a magyar nyelv kifejező erejére. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. További szép estét mindnyájuknak. Viszontlátásra!